Február 19-én megtartotta soron következő közgyűlését Tatabánya képviselőtestülete. Több fontos dologról is szó esett, de a leglényegesebb mindközül az idei költségvetés volt. Az egyik legfontosabb döntés az a költségvetés elfogadása volt. A másik fontos kérdés a szociális átalakítások, szociális rendszer átalakítása kapcsán az volt, hogy a közgyűlés elfogadta a március 1-től hatályba lépő új helyi települési önkormányzati támogatásokat, amelyek szabályozzák azt, hogy a következőben hogyan igényelhetnek a rászoruló tatabányai családok és akár egyedülálló személyek támogatást az önkormányzattól. A város költségvetésében egy takarékos költségvetést terveztünk a működési kiadásokon. Azt kértük minden szereplőtől, hogy egy 5%-os megtakarítást, egy nem nagy megtakarítást, de egy 5%-os megtakarítást mindenki tegyen javaslatot. Erre minden területen tudtak javaslatot tenni, és emellett pedig a karbantartási, felújítási, beruházási feladatainkra közel 1 milliárd forintnyi új beruházást állítottunk be, annak érdekében, hogy a városban lévő járdák, közutaknak az állapota ne romoljon, hanem adott esetben javulni tudjon. Eldőlt az is, hogy tavasztól indul az elkülönített hulladékgyűjtés a városban. Április 1-től bevezetésre kerül a családi házas övezetekben a papír, illetve a műanyag flakon hulladék elszállítása. Két hetente fogják ezt elvinni, különböző színű zsákokat fognak kapni majd a lakók, és én arra kérek mindenkit, hogy ugyanúgy, ugyanolyan fegyelmezettséggel, ahogy a zöld hulladék elszállítás is bevált már Tatabányán, segítsék egymást a szomszédok, igazítsák ki a szomszédot, hogyha itt nem a megfelelő zsákot teszi ki. A baloldal szerint a jövőben csökkenni fognak a szociális rendszer forrásai Tatabányán. A baloldali frakcióról általában azt tudom elmondani, hogy általában nem tudjuk támogatni a költségvetést, azért nem, mert a szociális érzékenységünk mindenkünk azért azt kívánja mindenképpen, hogy senki ne maradjon ki ebből a szociális rendszerből. Ezt meg nem látjuk teljesen biztosítottnak. Másrészt az állam sem ad ehhez a területhez forrást, valahogy az önkormányzatnak kell előteremteni az ehhez szükséges forrásokat, ami az látszik, hogy megpróbálja az önkormányzat szinten tartani az erre szükséges forrásokat, de a mi számításaink szerint azért valamennyire csökkenni fognak ezek a források. Az LMP képviselője szerint is szűkül a települési szociális támogatáshoz való hozzáférés lehetősége. Tekintettel arra, hogy a központi kormányzat kivonulta az önkormányzatok támogatásából a szociális téren, ez a települési támogatások forrását ezentúl a jövőben az önkormányzati forrásból kell kigazdálkodni. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg megszavazott rendelettervezet szerint, a véleményem szerint a települési szociális támogatáshoz való hozzáférés lehetősége valamelyest szűkült, illetve a támogatásokat megítélendő összegek is csökkenni fognak többnyire. A Jobbik képviselője kettősségeket vélt felfedezni a költségvetésben, ezért nem tudta elfogadni. Sajnos a 2015-ös költségvetést nem tudtam elfogadni. Nagyon fura kettősségek vannak benne. Egyik részről, mint elhangzott a bevezetőben, Tatabánya városa fejlődik, és az ipari űzési adóbevételekre szállítva stabil alapján a városi költségvetésnek. Mindemellett azt láttam, visszakeresve a régi adatokat, hogy 2014-ben, 2013-ban és 2012-ben is több volt az ipari űzési adóbevétel a városnak, mint amit idén beterveztünk. Tehát ez egy olyan furcsa helyzetet eredményez, amit nem tudok hova tenni. A márciusi közgyűlésen tehát a legfontosabb döntés a 2015-ös költségvetés, valamint az új önkormányzati támogatások elfogadása volt.